Szombaton megkezdődött a 25. jubileumi Szent György napok rendezvénysorozata, a hagyományokhoz híven a kulturálisét rangos hangversennyel indított. Idén nem csak a fellépő, hanem hangszere is nagy érdeklődést váltott ki, ugyanakkor a megnyitóra rányomta bélyegét, hogy pénteken meghosszabbították Antal Árpád bírósági felügyeletét. Hagyományosan hangversennyel kezdődik a Szent György napok kulturális hete. Idén is a Krisztus Király katolikus templomban szervezték meg a nyitó koncertet. Stakics Éva megbízott polgármester tartotta a megnyitó beszédet, aki hangsúlyozta, a jubileumi Szent György napokat nem neki, hanem a város megválasztott vezetőjének kellene megnyitnia, ám ez idén nem lehetséges. Márton Áron püspök úr szavait idézem. A hajszálgyökér nem húzódik vissza, ha sziklára tapint, hanem réskeres és repeszt. A földbe metett mag áttöri a rövőt. Az akadály elé jutott hangja megkíséri a százszoros súlyt félretenni, s ha nem sikerül, kerülővel folytatja az útját célja felé. S ha élni akarunk, mi is csak ezt a példát követhetjük. A nyitókoncerten részt vett Semjén Zsolt is. Magyarország miniszterelnök helyettese felszólalásában támogatásáról biztosította Antal Árpádot. Az, hogy én most itt vagyok, az kiállás, üzenet Antal Árpád polgármesterünk mellett. Nemzeti elkötelezettségünk van. Mégpedig azért, mert minden nemzet egyszerű és megismételhetetlen érték. A nyitó hangverseny különlegessége volt, hogy Bogányi Gergely zongora művész magával hozta a nevét viselő új magyar versenyzongorát, amelyet első alkalommal szólaltattak meg Magyarország határain kívül. Az idei Szent György napok több mint 250 programpontot kínál, csütörtöki kulturális programok zajlanak, majd hétvégén a szabadtéri rendezvényeket tartják.